Kérdésként vetődik fel, hogy a sita szunnita ellentét az iszlám része e konkrét válasz és egyértelmű válasz nem része. Ezek mocskos földi érdekeken alapuló viták, amelyek egyrészt a muszlimok köreim belül erednek, másrészt a muszlimok körein kívül generált problémák, és mind a mai napig ezek hatnak. Sokszor külső erők ezeket felerősítik, felnagyítják, és egymásra, egymásnak ugrasztanak. Tudatlan népeket, akik egyik vagy másik zászló mögött élik meg vallásukat, és elég rosszul teszik, mert ők nem ismerik a vallásukat. Miért mondom ezt? Azért, mert az egésznek az az alapja, hogy Mohamed szell a lawali, a szellem halála után vita volt azon, hogy kiviszi tovább az ő örökségét. Ki lesz az iszlám földi vezetője a továbbiakban? Ki lesz a kalifa? Az egyik csoport azt vallotta, hogy ennek az embernek mindenképpen, ennek a vezetőnek mindenképpen Mohamed háza népébe kell tartozni ezek a síták nagyon egyszerűen magyarázom, de a valóság ennél sokkal bonyolultabb. És Mohamednek nem voltak fiúgyermekei, Léán gyermekei voltak, és ezeknek voltak már fiúgyermekei, és ebből az unoka, a dédunoka, stb. különböző tanításokat hoztak létre, ők voltak az imámok. És az első 12 nemzedék imámjait gyakorlatilag mind olyan vezetők voltak, akiket a követők politikai és vallási vezetőnek fogadott el. Ezek a fővonalak, a legnépesebb síta iskola, az a 12-es imámot követő iskola, tehát nem megyek bele a részletekbe, és rengeteg oldal ág alakult ki. Az imámokról annyit kell tudni a sítáknál, mert egész más az imámok szerepe a szunitáknál, hogy tévedhetetlenek. Ugyanaz, mint a kereszténységben a pápaság, a pápa is tévedhetetlen. És ahogy a pápaság is földi hatalmon nyugszik, vagy nyugodott főleg, volt egy időben három pápa is, sőt volt Avignoni pápa és római pápa, tehát helyileg is egymással konkurens pápaságok jöttek létre, úgy ugyanígy alakult a sorsa az iszlámon belül a sita szunita, illetve a sitákon belüli iskolák életének. A szuniták azon a véleményen voltak, hogy nem kell a vezetőnek Mohamed háza népéhez tartozni, a szunnát kell követni, azaz Mohamed előírásait, törvényeit, mondásait, életvitelét, és ezt Kell helyhez, korhoz adaptálni és ennek megfelelően élni, és ezeknek a szunna által kiválasztott embereknek, vezetőknek kell engedelmeskedni. Ők a szunita. A szunitákon belül is sok iskola jött létre, amelyek egyrészt a doktrínák megközelítésének iskolái, illetve a jogi iskolák. Tehát hogy hogy lehet a sariából alkalmazott törvényt, azaz fikket csinálni, erre rengeteg módszer és iskola alakult. Se a síta, se a szunita nem érintette az alaptant, a korát. A megközelítéseket érintették csupán. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy a korán ugyanaz-e, a síta és szunita iskolákon belül igen ugyanaz. Magyarázatok lehetnek eltérőek, a jogi iskolák lehetnek eltérőek, a doktrína iskolák irányai megközelítései lehetnek eltérőek, de az alaptanítás az változatlan és ugyanaz. Tehát visszatérve a kérdésre, nincs eltérés a két fő ág alapkönyvében és alaptanításában. Az eltérés gyakorlatilag politikai és földi érdekekhez ragadt eltérés. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.